ön el tudja képzelni a demokratikus koalíciót Gyurcsány Ferenc nélkül? Természetesen bármikor elképzelhető bármi, de Gyurcsány Ferenc a demokratikus koalíció elnöke. Következő két évben ez így is lesz, remélhetőleg ezutána is így lesz. Hát nem. Úgy, mint Orbán Viktor sem bírom elviselni a Fidesz nélkül. Ezek meghatározó emberek, ők nélkül a párt nem létezik. Tehát elnézést, rossz hasonlat, de úgy, mint a Hitler nélkül se lehetett volna a Nemzeti Szociális Párt. Hát nem tudom elképzelni, mert nagyon mélyen ismerem. Nehezem. Szerintem ő egy jó pártelnök. Nyilván követette hibákat miniszterelnöki pozícióban. Tanult belőle, gondolom, bízom benne. Nem. Hát a demokratikus koalíció megalapítója elképzelhetetlen a DK Gyurcsány Ferenc nélkül. Nem tudom elképzelni. Gyurcsány Ferenc ma a párt elnöke. 500 000 ember támogatja a demokratikus koalíciót a közvéleménykutatás szerint is, és ennek megfelelően ők azt várják, hogy azt az értékrendet, amit mi képviselünk, aminek egyik leghangsúlyosabb szerepe az európai lét, annak életformája és annak lehetősége, és Magyarország tekintetben való jelenlét Európában, azt gondolom, hogy ezt ő jól szimbolizálja. Hát nincs más ember. Hát nem tudok mögötte senkit sem. Tehát mindig azt mondom, hogyha azt mondom már évek óta, hogy nem vállalja, akkor valakit még ki kellett volna nevelnie. Elnézést, de ilyen, ez olyan, mint a címert leverném az országházról. Nehezen, de ha második vonalba maradna, és csak az eszét használná, sokkal jobb lenne. Sajnos ő egy megosztó személyiség az ország jelentős része előtt, és ez nem jó. Nem, az semmi szín alatt. Tehát ez egyértelmű nem. Az, tehát ő a lelke köré épült az egész. Tehát. Lehetetlen. Nem. A kettő az olyan, mint a valaki, egy férfi, akinek a farkát levágják.